A telefonnál Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke és frissen megválasztott európai parlamenti képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tudják már, milyen frakciónak lesznek tagjai az Európai Parlamentben? Most már teljesen bizonyosan tudjuk, hiszen tegnap este, alig 12 órával az európai parlamenti választás után megkaptuk a európai balközép frakciónak, a szocialisták és demokraták frakciójának, a frakcióelnöknek, Hannes Svobodának a levelét, amiben örömmel üdvözölt minket, gratulált, ahogy ő fogalmazott, a fantasztikus eredményhez, és egyben jelezte is, hogy felvesznek minket ebbe a frakcióba, vagyis most már tényként tudom mondani, hogy a balközép frakció tagjai leszünk az Európai Parlamentben. Nem volt vita az ön pártjában arról, hogy melyik csoporthoz csatlakozzanak, mondjuk olyan nagy választék nem volt, hát ugye van egy erősen radikális bal, az nyilvánvalóan kizárt, de a liberálisok az Európai Parlamentben sokszor meglehetősen közel állnak az önök politikájához. Nem gondolták azt, hogy esetleg oda kéne menniük? Nézze, a DK a saját öndefiníciója szerint, ami az alapító nyilatkozatunkban is benne van, egy progresszív, nyugatos balközéppárt. Saját magunkat baloldali balközéppártnak tartjuk, ezért aztán elég természetes volt a DK elnökségén belül, hogy balközéppártként a balközép-európai frakcióhoz csatlakozunk. Érdemi nagy vita ebben a blogban nem volt. Persze ehhez a frakcióhoz tartozik a szlovákiai Smer is, amelyik azért nem valószínű, hogy nagyon közel áll önökhöz, meg a német SPD is, amelyik viszont többé-kevésbé azt hiszem olyan elveket val, mint önök. Hát persze, hogy melyik a kettejük közül a jelentősebb és fontosabb, azt mindannyian tudjuk. A szocialistákkal, az MSZP képviselőivel ezzel kapcsolatban, mintha lett volna egy-két, hát ha nem is ütésváltás, de szóváltás, hogy kinek hol a helye. Ez rendeződött? Még a választások előtt tényleg, minthogyha lett volna egy kicsi üzengetés a médiában közöttünk és a szocialisták között, de teljes egészében rendeződött a dolog. A tegnapi és a mai napon is beszéltem és találkoztam Szanyi Tiborral és Újhelyi Istvánnal is, ugye ők ketten lesznek a MSZP részéről európai parlamenti képviselők, teljes közöttünk az egyetértés, ebben az ügyben nincsen már vita. De azt is kell mondani, hogy a józanész azt sugallja, hogy csak is együttműködéssel tudják erősíteni a szocialista-szociáldemokrata értékek képviseletét, adott esetben bizonyos magyar érdekek képviseletét az Európai Parlamentben. Valószínűleg sokkal többet ártana a vita egymás között, illetve ha van ilyen vita, és biztos bizonyos kérdéseket másként látnak, akkor azt egymás között jobban el tudják rendezni, miközben alapvetően együttműködnek egymással. Hát azt hiszem, ez a dolognak a természetes rendje, nincsen ebben semmilyen furcsaság. Nagyon sok európai országban fordul az elő, hogy különböző, az országon belül különböző pártok tartoznak ugyanahhoz az európai pártcsaládhoz, vagy frakciócsaládhoz. Ennek egy elég komoly gyakorlata van az Európai Parlamenten belül, de hát hadd mondja csak egy párhuzamos magyar példát. Az Együtt PM-nek ugye egy európai parlamenti képviselője lett, az LMP-nek is egy európai parlamenti képviselője lett, és ők mind a ketten úgy tudjuk, hogy a zöld frakcióba fognak ülni. Tehát van egy másik példa is arra, hogy két különböző magyar párt képviselője ugyanabban az európai frakcióban ül. Áttérve azért a magyar helyzetre és a magyar közeljövőre, ez az európai választás könnyen lehet, hogy teljesen átrendezi az ellenzéki és az ellenzéki pártok közötti viszonyokat az önök előretörésével és az MSZP meggyengülésével. Mit jósol, vagy mit szeretne a DK például az önkormányzati választások előtt elérni? Együttműködést, vagy folytatni azt a különálló, önálló saját politikát, aminek most az európai választáson meglett az eredménye? Azt mondtuk, mikor elkezdtük elemezni ennek az európai parlamenti választásnak az eredményét, különösen nyilván a saját szempontunkból a DK-nak ezt a
kiemelkedő sikerét, hogy már hosszú idő kell az elemzéshez, de egy dolog bizonyosan látszik. A választók díjazták azt a DK részéről, hogy nincsenek cikcakok a politikánkban, hogy amit mondunk, azt ugyanúgy gondoljuk kedden, szerdán és csütörtökön is. Ezt csak azért akartam elmondani, mert az önkormányzati választásokkal kapcsolatos együttműködés kapcsán sem változott a véleményünk. Ugyanazt mondjuk most, amit mondtuk az európai parlamenti választás előtt, azt mondjuk, hogy ahol a választójogi törvény szerint, vagy akár a józanész politikai szabályai szerint együtt kell működni, például a polgármester választások, vagy az egyéni önkormányzati képviselő választások, ott össze kell fogni és együtt kell működni, de például a listás szavazásoknál, ahol nincsen ilyen kényszer, fővárosi lista vagy megyei közgyűlési listák, ott még lehetőség van a külön indulásra, az önkormányzati választás tehát mind a kettő esélyt megadja az ellenzéki pártoknak. Bizonyos esetekben az egyeztetés nem is kell, hogy túl soká tartson. Nyilván, ha Botka László indulni akar Szegeden a polgármesterségért, akkor a DK is, meg az Együtt PM is támogatja, mert neki van tekintélye, elért eredménye az elmúlt ciklusokból, és neki van a legnagyobb esélye. Vagy a 13. kerületben, ha Tóth József, az MSZP-s polgármester indulni akar, akkor biztos önök nem fognak ragaszkodni a saját esetleges jelöltjükhöz, hanem magától értetődően azt mondják, hogy hogyne. Ellenben a legnagyobb nyitott kérdés nem csak a fővárosban, hanem országosan is a budapesti főpolgármester jelölt kérdése, hiszen annyira kiemelkedik Budapest az ország összes többi települések közül, hogy ennek a pozíciónak az esetleges megszerzése, megnyerése az egész ország politikai életét is megfordíthatja, egy új irány lehetőségét teremtheti meg, hogyha győz az ellenzék. Szóval főpolgármester jelölt ügyben vannak-e már konkrét elképzeléseik, hogy milyen ember legyen, mennyire politikus, milyen kompromisszumnak, közös jelöltnek volna meg az esélye? Önnek igaza van, kiemelkedő szerepe van az önkormányzati vezetők közül a budapesti főpolgármesternek. Ez nem csak a főváros ügye, azt hiszem ez az egész országnak az ügye. És azért is fontos számunkra, mert az őszi, vagy a tavaszi, bocsánat, parlamenti választás is azt mutatta, hogy van keresnivalója a mostani demokratikus ellenzéknek Budapesten. Nem lefutott ez a meccs, igenis van esély arra, hogy egy jó kihívót tudjunk állítani Tarlós Istvánnal szemben, már hogyha ő lesz a Fidesznek a jelöltje, de hát nagyon úgy tűnik, hogy őt akarják újraindítani. A DK-nak ebben sem változott az álláspontja. Az lenne a jó, hogyha egy nagyon széles támogatottságú jelöltünk lenne, több párt támogatná, az lenne az igazi, mint ahányan részt vettünk a tavaszi összefogásban, és emellé még jelentős budapesti civil szervezeteket is fel lehetne sorakoztatni. Ha konkrét nevet kérdez, akkor nem azért mondom, mert nincsen gondolat a fejünkben, nyilván van. Azért nem mondom, mert hogyha visszaemlékeznek rá a rádióhallgatók, egyszer volt egy nagyon rossz ízű jelölt keresés már 2009-ben, ami ugye a miniszterelnök jelölti castingként híresült el, ami ugye arról szólt, hogy a ideje korán nyilvánosságra hozott nevekkel tulajdonképpen politikai vágóhídra küldtünk nagyon jó jelölteket. Ezt a hibát nem követnénk el még egyszer, nem szabad ilyen helyzetbe hozni főpolgármester jelölt jelölteket. De van jelöltjük, vagy több is van, akire gondolnak. Hát ez egy hatalmas város, és a baloldal is egy olyan világ itt Budapesten, ami nagyon-nagyon sok jelöltet ki tud termelni. De alkalmas jelölt, ha belegondolunk, nagyon kevés lehet. Én tudnék mondani önnek néhányat, hogyha nem akarnám betartani azt a szabályt, amit az előbb mondtam. De hát muszáj nyilván betartanom, a politikai tisztesség ezt követeli tőlünk. Nyilván ott leszünk ebben a folyamatban. A demokratikus koalíció ezen az európai parlamenti választáson a legerősebb politikai erővé vált Budapesten, ezért aztán nem vagyunk megkerülhetőek ebben a dologban, de diktálni sem szeretnénk, mert az sem lenne normális. Egy dolgot még a végén, nem sajnálja azt, hogy ennyi év hazai politizálás után egyszer csak elmegy Brüsszelbe? Azért bármennyire érdekes az is, bármennyire sok tapasztalatot lehet ott tanulni, szerezni, azért mégis az ember belpolitikai súlya, itthoni helyzete valamennyire meggyengül. Persze lehet, hogy majd hazahívják köztársasági elnöknek, ezt sem zárom ki, ugye volt már erre példa kettő is, de azért a következő éveket, hát ha nem is számüzetésben, de félig meddig távol tölti a magyar belpolitikától.
Én egy nyugat-európai típusú európai parlamenti képviselő szeretnék lenni. Nyugat-európában nem úgy néznek az európai parlamentre, mint sok párt Magyarországon, ahogy szokták mondani, politikus temetőként vagy káder temetőként. Épp ellenkezőleg a politika csinálása egy nagyon fontos helyszíneként. Nagyon sok olyan nyugat-európai befolyásos politikus van, helyi kormányzati vezető, aki korábban európai parlamenti képviselő volt. Mi azzal, hogy a DK ügyvezető alelnöke és a DK egyik alelnöke Niedermüller Péter volt a listánk elején, azzal pont azt akartuk üzenni, hogy befolyásos vezető politikusokat szeretnénk az európai parlamentbe küldeni. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy szintén nyugat-európai példára én nem fogok Brüsszelbe költözni európai parlamenti képviselőként. Egy parlamenti képviselőnek meg kell osztani az idejét a parlament és a választás között. Az én választóim pedig Magyarországon vannak. Ahogy egy békés csabai képviselő már, hogy magyar parlamenti képviselő sem költözik Budapestre, mikor parlamenti képviselő lesz, én sem fogok Brüsszelbe költözni. Csinálom a dolgomat itthon, csinálom a dolgomat Brüsszelben. Köszönöm szépen, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és európai parlamenti képviselője. Viszont hallásra! Viszont hallásra, köszönöm szépen!